It's black and white. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A Tűzi Csacsi vagyok, és ismételten jelentkezek egy kis beszámolóval. Nos, ugye elmaradt egy vélog az előző vasárnap, ugye nem is játszottam mindkét meccsen a héten, méghozzá azért, mert körülbelül egy hónapon keresztül betegségből betegségbe estem, és az antibiotikumok, amit szedtem, aznak elég erős mellékhatásai voltak, pont a meccs napon ilyen vészhelyzet alakult ki, ahol cserére volt szükség. Úgyhogy ezért játszott Torome helyettem a Rúg elleni meccsen. De minden esetre már jobban vagyok, ezen a héten nem volt semmi probléma, úgyhogy ez most már csak a múlt, és innentől kezdve továbbra is ott lesz a kezdőben. Ezen a héten pedig ugye az Origin ellen játszottunk elsőként. Az a baj egyébként ezen a meccsen, hogy úgy építettük fel a kompozíciónkat, hogy egyetlen hős volt, aki tudott nyomást gyakorolni a pályára, az pedig én voltam a Ryza. Mikor gyakorló meccseken ez be is jött egyes csapatok ellen, amikor ott voltunk az Origin ellen a stage-en, akkor sokkal nehezebb volt megjátszani. Ez olyan kompozíció, hogyha egyet hibázol, főleg, hogy hátrányba kerülsz, mert pedig mi hátrányba kerültünk. Egyet hibázol, hátrányba kerülsz, akkor romlik az egész, és az ellenfél simán meg tudja nyerni a meccset. Hát itt elég sok hiba volt, nagyon bepánikoltunk szerintem a meccs közepe fele, mert úgy éreztük, hogy teljesen be vagyunk szorulva az Origin ellen, és nem nagyon éreztük, hogy bármiféle kiút lenne. Pedig volt Tamkencs ulting, Nocturne ulting, kicsit jobban kellett volna a sidelane-ek fele játszanunk. Például amikor többször is megpróbáltak rám jönni, a supporttal meg junglerrel, akkor ilyenkor a topot kellett volna kipusolni mondjuk humanoidnak, és akkor top kontrollt átvenni közben a csapatnak, miközben én passzívan játszok és nem catchelnek el. Ez nem nagyon jött össze nekünk. Engem is többször elcatcheltek, illetve nagyon lassan reagáltunk az ő megmozdulásaikra is. És ez a reaktív team kompozíció szerintem nem is annyira kedvez a csapatunknak. Úgyhogy ezért is mentünk egy kicsit más felállással az azutáni meccsem a Schalke ellen. Ugye ott olyan hősöket hoztunk, akik, ahol mindenkinek van esély arra, hogy valami play-t csináljon a pályán, tehát megvan az esély, hogy lekerrizze a meccset. Például amikor Ezreal-t hozott Kobe az Origin ellen, akkor neki nincs semmi más dolga, mint mindent ülni és wave-clear-elni 25-30 percen keresztül, és akkor utána talán tud valamit csinálni, mert akkor lesz erős az Ezreal. Tehát a Schalke ellen más elgondolás volt, és szerintem ez jobban is bejött. Mindenki playmaker hősön volt, egyáltalán nem pánikoltunk, mert tudtuk, hogy még a 20. percben egyenlő is az állás, akkor mi automatikusan nyerünk, mert olyan teamfight kompozíciónk volt, ami nem tud veszni, és ennek köszönhetően szerintem Schalke volt az, aki inkább kicsit egy ilyen gyors megmozdulást próbált csinálni, talán túl gyorsat is a nasorra, és be 50-50-zték. Hogy így jártak, hogy elloptuk. De szerintem, még ha a Schalke el is viszi azt a nasort, és ott a teamfightot mi megnyerjük amúgy is, akkor se fogják megnyerni a meccset, mert sokkal erősebb volt a kompozíció. Tehát ez csak idő kérdése volt, hogy mikor outscale-eljük őket. A 25-30. Perctől fogva szerintem nem lett volna esélyük se, hogy teamfightban nyerhessenek. Are the ones who come and knocking at their door. They take him out, it's another kill. The reset for Kobe abound. Ignore the next to four, you have to feel he's done. It's a double for Spice. Max egy ilyen öt emberes Cannon ulti volt, az kompetitív szinten nem fog soha megtörténni. Főleg, hogyha én tudok exhaustot hozni csogátként, vagy van egy silence-em, akkor le tudom zónázni a Cannon-t könnyedén. Úgyhogy szerintem az ilyen team kompozíciókra fogunk a következő hetek során is jobban odafigyelni, és ezzel szerintem meg lehet a rájátszás is. Egy két győzelem már talán biztosítja is a rájátszást, ugye 4 meccs van vissza, és hát nagyon szoros a mezőny, és itt mindenkivel játszik kb. Nekünk is elég nehéz lesz majd a következő meccsek, elég nehezek lesznek, nehéz a schedule. G2 többek között, meg szerintem a Fnatic ellen is lesz majd még egy. Nem lesz könnyű dolgunk, de ha két győzelmet be tudunk zsebelni, akkor meg lesz szerintem a rájátszás.
Egy győzelemmel pedig valószínűleg tiebreaker lesz. Az ilyeneket azért nem annyira szeretem, mert ezek BO1-ek szoktak lenni, és amelyik csapat jobban csízel, az általában nyer. Úgyhogy ez nem a kedvenceim, de hogyha muszáj, akkor muszáj. Na de ez majd elválik a jövő hetekben, illetve azon is sok fog múlni, hogy milyen lesz a gyakorló hetünk, és mennyire leszünk komfortosak azokon a hősökön, amiket majd hozni fogunk. Úgyhogy igen, ennyi volt erre a hétre, és jövő héten majd ismét jelentkezem. Addig is szép napot, és sziasztok!